Jó napot kívánok! Azzal a mondattal szólítom meg ma önt, hogy szabaduljunk meg a felesleges szorongástól. Ne szorongjunk, ha nem feltétlenül szükséges, és őrizzük meg szervi, szervezeti működéseink egészségét. Ha a szorongás miben létével foglalkozunk, tudjuk azt a sajátosságát a feszültségnek, szorongásnak, hogy idegrendszerileg meghatározott szorongás hajlamunk szempontjából bizony különbözünk egymástól. Egyesek szorongásosabbak, tehát készebbek a feszültséggel való válaszadásra, mások viszont lassabban indítják magukban a szorongásos folyamatokat, és rögtön megjegyezhetjük, hogy a szorongást akarattalanul, szándéktalanul magunk gerjesztjük. A félelem pedig hozzá tud nőni, hozzá tud társulni bizonyos rossz emlékű helyzetekhez, vagy olyan dolgokra terjed át, amelyek esetleg eredendően nem is félelemkeltőek. Ezekből az áttolódó félelmekből aztán furcsa érzéseink és félelmeink származnak például. Kínosan érezzük magunkat, ha a metróval kell utazni. Nem merünk a szabadban egyedül járni, de akár millióféle tárgya is lehet a félelemnek, egyéni különbségeink és a megelőző tapasztalataink szerint. Abban azt hiszem, egyetérthetünk, bármiként is különbözünk a szorongás átélésének mértékében, célszerű mindnyájunknak arra törekedni, hogy a legszükségesebb minimális szorongásterhelésben éljünk, és bármekkora a külvilág felől a stressz támadása, le tudjuk szerelni a szervezetünk kétségbe esetten túlméretezett vagy elnyújtott szorongásos válaszát. Ez olyan behangolásra, a túlpörgések lecsitítására, az idegrendszer újra tanítására van szükség, amit csak relaxációval érhetünk el. Az újratanítást divatos szóval ma átprogramozásnak szoktuk nevezni. Meg kell azonban különböztetnünk a relaxációs választ és az önszabályozás magas fokára kifejlesztett relaxációs képességet. Alkalmi lazítással azonnal elérhető ugyanis egyféle szervezeti feszültségcsökkentés, és ez magában véve is igen jó hatású. Ettől azonban még nem fogjuk tudni védetté tenni az idegrendszerünket a rázúduló ingerhatások ellen, és sajnos alkalmi relaxációtól még nem programozódik át a sokféle szervezeti működés összhang felé nyugalmi mintázatúra. Ehhez ugyanis rendszeres gyakorlásra új idegi automatizmusok és kapcsolási lépések megtanulására és önkéntelen, akaratlan, harmonikus működésvezérlés elérésére van szükség. Gyakorlással, rendszeres tréningek útján. Most kérem, gondolatban és testi próbákban is tartson velem. A szorongás oldás azonnali, kéznél lévő eszközei közé tartozik, például a felfokozott mozgás, de nem akármilyen, hanem a nagy röppályájú, úgy nevezzük ezt, hogy ballisztikus mozgások, például malomkörzés, láblengetés, minden nagy
és lendületes mozgás. Másodszor az olyan távgyalogló típusú járás, amelyben egyenletes haladású, rendszeres ritmus, és mégis minden izomcsoportra kiterjedő mozgás érvényesül. Harmadszor valamennyi lendületes, ritmikus, egyenletes mozgás, amely tartósabban végezhető, nagyobb kifáradás nélkül. Ne felejtsük el, ilyen például a shake, a tánc, de a szolidabban terhelő aerobik is. Negyedszer nagyon kiváló szorongás oldók a zenei ritmus követéses mozgásai. Hallja a zenét, átveszi a ritmust, és szabadon improvizál, de folyamatosan legalább 2 percig, miközben hagyja hatni magára a zenét. Ötödször kitűnő feszültség oldó szorongás csökkentő az úszás, és végül az aktív, izomzati relaxáció is ajánlható. Az egyes izomcsoportokat megfeszítjük, egy kicsit fokozzuk a feszítést, majd kiengedjük az izmokat egész lazára, és természetesen belülről programozottan létrejön a spontán izomellazulás. Az izomfeszülés a szorongás bizonyos szintjén ugyanis már nem oldható fel passzív elernyedéssel, mert ezt a lelki gerjesztettség nem engedi. Ezért dolgozunk ilyen érdekes úton, kutyaharapás szőrével, azaz az izmok szorongás miatti magas feszültségét egy tovább fokozott feszítéssel kiengedjük, kioldjuk egy reflex bekapcsolásával. A feszítő izmokkal ellentétes mozgást kiváltó izomcsoportokban ilyenkor eleve ellazulás történik. Az aktív izomtevékenységet követően pedig a korábban megfeszített izomban jön létre oldott, természetes, azaz reflexes ellazulás. Ugye észrevette, az izomzat ilyen munka mellett nem is tehet más, mint ellazul. Ha pedig az izom ellazul, akkor a központi idegrendszeri szorongásos gerjesztettség is csökken. Ha ön szeretné az idegrendszerét áthangolni, és magát az izgatott működéseket visszaterelni az ősi program szerinti harmonikus rendhez, akkor napi 2-3x10 percig kell ismételnie azt a relaxációt, amelyet ma önnel végigpróbálunk, és bizony 14 nap minimális befektetés szükséges ahhoz, hogy az idegrendszer elkezdjen komolyan odafigyelni. Mire is kérjük? Mire hívjuk? Ha már odafigyelt, a következő 14 napban az úgynevezett bevésődés történik, így tehát a megtanuláshoz 2x14-28 nap szükséges. Most egy olyan programot ajánlok önnek, amelyet, ha a délelőtti órákban egyszer naponta alkalmaz, már ez is jelentősen szorongásoldó, feszültségcsökkentő hatású. Ha viszont ön kedvet kapna az idegrendszeri programíráshoz, és ha szükségét érzi a szorongásoldásnak, napi 3x alkalmazva 28 napon át, szinte rácsábítja az idegrendszerét erre az egészséges működésre. Eldöntheti, melyik utat választja. Gondolja csak el, ehhez a tréninghez csak a fantáziáját kell mozgatnia, miközben a testét jóleső nyugalomba helyezi. Ha nyugodtan elengedetten ülünk vagy fekszünk,
sokkal jobban tudunk figyelni az üzenetekre, akár kifelé a relaxációs mondatokra, akár befelé testünk válaszaira. Akkor hát lássunk neki a gyakorlatnak. Helyezkedjünk el kényelmesen. Próbáljuk megtalálni azt a helyzetet, amely izmaink számára a legkellemesebb. Csak arra törekedjünk, akár ülve, akár fekve gyakorlunk, hogy ez a lehető legkényelmesebb legyen. És ha megtaláltuk a megfelelő testhelyzetet, akkor engedjük meg magunknak, hogy saját belső ritmusunkra figyelve merüljünk bele az ellazulásba. Mostantól úgy segítem az ön ellazulását, felesleges szorongástól való megszabadulását, hogy ajánlásokat teszek, amelyeket, ha van kedve, követ magában. Kérem csak arra ügyeljen, hogy azt kövesse, amihez itt most ma kedvet érez, és amit éppen illeszkedőnek érez a lelki állapotához. Egyes szám első személyében mondom a gyakorlatot, hogy úgy szóljon önben, ha követi ezt a relaxációs szöveget, mint a saját maga üzenni önmagának. Kényelmesen elhelyezkedem. Jó ez a pihenő helyzet. Megengedem magamnak ezt a lelki kikapcsolódást. Ez most csak az én időm. Magamra szánom, megajándékozom magam ezzel a 10 perc nyugalommal. Kíváncsian indulok el, vajon ma mit üzen a testem, hogyan válaszol, amikor megszólítom. Hiszen minden sejtemben ott él az emléke annak a különleges nyugalomnak, amelyben szinte időn kívül történtek a dolgok, szinte maguktól. A testi és lelki működések bekapcsolódnak az ősi rendbe, a természet örök áramlásába, a természetes és ősi ritmusba. Ma olyan mélyen lazulok el, amilyenre itt most ma éppen szüksége van a szervezetemnek. Megengedem, lehetővé teszem ezt a belső megnyugvást. Befelé vezetem a figyelmemet, és ha kívánom, ma nyitva hagyom a szemem, de az is lehet, hogy majd hagyom becsukódni, ha eljön a pillanata. Engedem, hogy a belső vágyak és szükségletek szerint alakuljon minden, ami ma a szervezetemben történik. És ahogyan vezetem a figyelmemet a testemben, a lábujjaimnál kezdtem. Mintha beáramlana rajta a természet örökrendje szerinti békés, nyugalmas érzés, és én hagyom, hogy a lábam érezze ezt a nyugalmat. Hagyok rá időt magamnak, hogy a lábujjaimtól felkusszon a könnyű, kellemes ellazulás a lábamon végig, és az izmok szabadon lazuljanak el, ahogy jól esik. S
amikor elértem azt a könnyű, kellemes állapotot, amelyet ma kíván a lábam az ellazulásban, elképzelem, amint az ellazulás a csípőtől felfelé végig árad a testemen, hátamon, hasamon, magától fut végig a két karomon, és az ujjaim végén jelzi magát, mint zsibongó, kellemes lüktetés, ahogyan a szívem nyugodt ritmusát jelzi a pulzus finom lüktetése. Most hagyom, engedem, hogy arra áradjon tovább ez az érzés, ahol esetleg talál valami feszülést, és ahol talál, ott ez a finom áramlás elviszi magával mindazt, aminek a szervezetem nem örül, ami rossz volt bárhol a testem érzéseiben. Azután tovább engedem ezt a finom áramlást a tarkómon, nyakamon, fejtetőn, arcomon, szemhéjamon, ajkamon, államon át a szívemig, ahol a nyugalom és béke fészke van. Itt van a mellkasom mélyén a biztonság, nyugalom. Innen árad szét, innen oldja fel a gyomrom feszülését, és engedi, hogy a hasi szerveket is átjárja a nyugodt, béke, zsongó meleg érzése. Tudatomnak most nincs is semmi dolga. A mély érzéseket követem, amelyek maguktól hozzák a nyugalmat, hiszen sejtjeim emlékeznek arra a jóra, amit átéltek a legkellemesebb nyugalomban. S ha valahol panaszkodni akarna a szervezetem, odafigyelek, hiszen az érzések valami fontosat mondanak arról, mi zajlik a szervezetemben. Már szét áradt a biztonság érzése a testemben, a kéz és lábujjakig áradt, és most megengedem, hogy a szervezetem lubickoljon ebben az érzésben úgy, ahogyan ez ma megszületett bennem, ahogyan ezt ma képes volt létrehozni a szervezete. És hagyom, hogy az elkövetkező kis időben teljes csendben merüljön el a szervezetem, tudatom, mély érzéseim világa abban a biztonságban, nyugalomban, melyre ma szüksége van, s melyet ma létrehozott. És bármit üzen ebben a csendben a szervezetem, megköszönöm, hogy segít nekem ebben a biztonságos nyugalomban elérni a megpihenést, feloldódást, energiafeltöltődést, mély megújulást. És bárhol vagyok most benn a nyugalom mélyén, erre a nyugalomra szívesen emlékezem minden olyan helyzetben,
Amikor napközben elér a feszültség, jól esik, hogy emlékeznek a mély érzések, a sejtek. Egy szó elég, hogy emlékezzenek erre a békés belső állapotra, és segít nekem abban, hogy annyira legyek aktív, éber, tetrekész, amennyire szüksége van a szervezetemnek a kellemes belső készültségre, hogy nyugodt, felkészült, aktív és szabad legyek. Most pedig, miután ezen a belső úton végighaladtam, és szervezetem létrehozta magában azt a nyugalmat, aminek ma szükségét érezte, visszaindulok a megszokott éberség felé. Kipihenten, lelkileg szabadon, figyelmemet, mint egy reflektor fényét végigvezetem az izmaimon, a testemen, lábujjaktól végig a testen, egészen a fejtetőmig, s miközben vezetem a fényt, kipihent izmaimban friss, fit, ruganyos, kellemes üdeérzés árad végig. Most pedig elképzelem, amint sötét szobából átlépek egy világos terembe. Kellemes, tiszta fény vesz körül, a fejem éber, tiszta, a gondolataim szabadok. Szemem éber, friss és kipihent vagyok. Örülök mindannak, ami vár rám, és jól esett, hogy ma is megerősíthettem önmagamat. Kedves egészségére a tréninget, most egy szokásos, nagy és jól eső nyújtózással váltsunk vissza, és néhány lendületes kar- és vállkörzéssel hozzuk vissza izmaink aktivitáshoz szükséges tónusát. És napközben, ha elér a feszültség, és magasabb annál a szintnél, ami még biztonságérzetet is ad a készültségi állapothoz, akkor hívjuk elő a biztonság szóval mindazt, amire emlékeznek a sejtek, emlékszik a mélyben a szervezetünk. A biztonság szó hatalommá válik a tréning hatására, és erejével mozgósítani tudja a mélyben azt a jóleső belső állapotot, amelyet aktív, nyugodt készültségi helyzeteinkben a legjobban szeretnénk. És végül arról is szeretnénk szólni, mit tegyünk, ha a szervezetünk, a szerveink úgynevezett ideges panaszokkal jelzik a szorongásnak a zsigerekig hatoló erejét. Ha meggyőződtünk arról, és ez természetesen orvosi vizsgálattal tisztázódott, hogy szervi betegségünk nincs, akkor a szorongás csökkentő relaxáció végén, a visszakapcsolás, visszaváltás előtt adjunk át a szerveknek pozitív üzeneteket az egészséges működésre való visszazökkenés elérése érdekében. Ehhez azonban fontos néhány az önszabályozásra vonatkozó kérdést megválaszolni, és megismerni az úgynevezett önszuggesztió munkamódját. Szeretnénk tehát orvosolni testi-lelki működéseinket? Kérdés, tudunk-e beszélgetni a belső folyamatokkal? Értjük-e a testünk üzeneteit? Az önerősítés kulcsa, alapja, az önuralom iskolázása. Mindnyájan abban a tévedésben vagyunk, hogy ez az akarattól függ, pedig nem is így van. Az önuralom iskolázása a képzelet tréningezését teszi szükségessé. Ehhez viszont tudnunk kell társalogni az ösztönösen, reflexesen, automatikusan működő vegetatív idegrendszerünkkel. Meg kell tanulnunk ennek a gondozását, karbantartását, és tudnunk kell beszélgetni a belső folyamatokkal.
Ez a beszélgetés persze egyoldalú a szóbeli üzenetek szempontjából, hiszen mi üzenünk, és a szervezet az üzenetben foglaltak létrehozásával válaszol. Mi szeretnénk, kérünk, hívunk, remélünk és elfogadunk valamit a szervezetünktől, de ezt a valamit pontosan meg kell tudnunk fogalmazni. Mégpedig kijelentő módban, jelen időben, mintha csak már az volna a valóság, amit a jövőben szeretnénk elérni. A jobb agyféltekénk mindent ért, ami kijelentés és a jelenre vonatkozik, de nincs időfogalma, és nem tud a nemmel dolgozni. Meg kell hát tanulnunk a kedvenc nyelvét, amelyből hiányzik a tagadás. Hiába üzennénk például így, nem fáj a fejem. Ezt kevésbé érti, de ha azt üzenjük, a fejem kristály tiszta, nyugodt, jó érzés terjed szét, könnyű szellő hűse simogatja, éber, nyugodt, pihent, szabad, kellemes, mint egy jó alvás után. Felfrissültem és tiszta aggyal jól érzem magam, a gondolataim szabadok. Ezt a hasonlatokkal, képekkel és pozitív állapotjelzőkkel való üzenetet megérti, és a lehetséges egyetlen módon válaszol is, a megüzent állapot létrehozásával. Ez az önbefolyásolási mód az önszuggesztió. A 120-as éveitől alkalmazta és ajánlotta Coué az önszuggesztió technikáját naponkénti testi, lelki higiéné céljából. Azt javasolta például, hogy minden reggel felébredéskor azonnal mondjuk el 4-5-ször magunkban, de a legjobb hangosan, napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam. Egészséges, jókedvű és tetterős vagyok. A kuéizmus önszuggesztiós technikák ezreit fejlesztette ki, és ezt alkalmazzák az önkoncentrációval dolgozó relaxációs módszerek is. Ön is eljuthat arra a fokra, hogy a teste és szellemi folyamatai engedelmeskedjenek a pozitív óhajnak, de ma már tudjuk, hogy ennek előfeltétele a reflexes, relaxációs képesség birtoklása és a testünkkel való üzenetváltás begyakorlása. Legalább 28 napon át naponta 2-3-szor szükséges tréninget folytatnia ennek érdekében. Ha jól begyakorolta a szorongás oldó relaxációt, alakítsa ki az önszabályozó üzeneteket, és kapcsolja hozzá a relaxációhoz a visszaváltás, visszakapcsolás előtt. Az a javaslatom, hogy először is kérem, fogalmazzon jelen idő kijelentő módban. Például, az emésztésem tökéletes, és ne használjon tagadó vagy tiltó kifejezést, csak pozitív megfogalmazást. Fogalmazzon egyszerűen, röviden. És alkalmazzon képeket, hasonlatokat, mert ezt nagyon jól érti az álmodó jobb agyféltekink. Az ő nyelve a képi nyelv. Például mondja azt, beolajozottan működik. Magától tudja saját ritmusát, ahogy a lábam tudja a lépések természetes ritmusát.
harmadszor kösse a funkciókat bizonyos időrendhez. Például minden reggel felkelés és mosakodás után a beleim is kitisztulnak, tiszták, jólesően kiürülnek. Negyedszer kérem egyszerre egy önszuggesztív feladattal dolgozzon, és azt is legalább 28 napig gyakorolja úgy, mint a megalapozó relaxációt. A kívánt hatás nem fog elmaradni. Az önszuggesztív technikákat jól megalapozott relaxációs képesség birtokában szükség szerint, de legfeljebb havonként változtathatjuk, mindig a kívánt célnak megfelelően. Tudja, 28 napi gyakorlás szükséges. Az önszuggesztió észrevétlenül formálja majd a dolgokkal kapcsolatos beállítódást is. Rátalálunk például arra, hogy az eseményeket pozitív oldalról szemléljük, és az eddigiektől optimistább, derűsebb szemmel tudjuk a történéseket látni és magunkban feldolgozni. Szánjuk rá magunkat erre az egészségmegőrző, önerősítő lelki tornára. Ha a szervezete bárhol működés zavart üzen, ne felejtse el, panaszkodni próbál, és ha ön ezt a panaszt meghallgatja, megérti, akkor válaszával, segítségével helyre tudja állítani testi, lelki egyensúlyának megrendülését. És hívjon társat a gyakorláshoz. Még jobb, még kellemesebb együtt törekedni a cél elérésére. Megbeszélhetik egymással élményeiket, és érvényesülhet az, amelyet József Attila oly szépen üzent számunkra. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Kedves egészségére a mai tréninget!